A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézet Sándor házai objektumának fogvatartottjai végeztek jóvátételi programot kedden egy EFO projekt részeként. A bevont ügyfelek a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat Dunaújvárosi tagintézménye nevelési tanácsadó új épületét tisztították meg a falfirkáktól. A program elsődleges célja, hogy szabadulás után könnyebben visszataláljanak a normál életvitelbe. Én az EFO programban részt vettem, amit el is végeztem, ahol több minden dolgot tanultunk, és átbeszéltünk, ami elég sokat segít nekünk a társadalomba való visszilleszkedéshez. Most ebben a jóátételi programmal örülünk neki, és hát mi legalábbis, hogy tudunk segíteni itt kint, akire szüksége van ránk. Most mit kell itt csinálni? Most ezt az épületet sajnos a Dunaújvárosi fiatalok összegrafitizték, mi egy kicsit megpróbáljuk rendbe rakni, hogy ne legyen tele firkával a fal, szép tiszta legyen, rendben legyen, és valami normális külalaknél legyen ez az épületen. Miért tartja ön fontosnak, hogy ilyenekben részt vegyem? Nekünk ez sokat számít magunk szempontjából is, hogy a társadalomnak azért ez láthatóan lássák, hogy mi is azért közreműködünk ebben a dologban, annak ellenére, hogy fogvatartottak vagyunk jelenleg. Meg ez nekünk azért a BV-n belül nekünk egy jó pont számunkra, ami nekünk a reintegrációnktól kezdve akár az eltávolt, vagy a kinti beszélünket, még ilyeneket segít elérni. És bízunk benne, hogy jó lesz minden. Itt több mindennel foglalkoztunk. Akár amire volt, hogy alba a társadalomban visszilleszkedés, agresszivitás kezelésekre milyen, hogy kell viselkedni, akkor akár abból kifolyólag is például elmegy egy ember, milyen munkahelyet akar magának keresni, hogy jelenjen meg, hogy menjen be, hogy beszéljen. Szóval sok minden. Szóval ezeket végül is elhető végig átvettem, én is végeztem ezt, egy oklevelet kaptam ebből kifolyólag, sikeresen, úgyhogy bízok benne, hogy fogjuk tudni hasznosítani. Mik a tervek a szabadulás után? Hogy mikor szabadul? Én 15 éve vállalkozó vagyok, én aki megyek, jelenleg azt magam nevén nem tudom megoldani, de van családtag, úgyhogy továbbra is vállalkozóként fogok dolgozni, és továbbra is szeretnék ugyanúgy 50-60 embert foglalkoztatni magunk mellett, úgyhogy ez biztos, hogy fog menni ezután is. A jóvátételi program országszerte megvalósul. Ennek köszönhetően a fogvatartott önkéntesen visszaadhat valamit a társadalomnak, a munkáért díjazásban nem részesülhetnek. 6 fő fogvatartottal vagyunk kint. A nevelési tanácsadónak, illetve majd az Aprókháza óvodában lesz egy kerti karbantartási munkálat. Itt, ahogy látják a nevelési tanácsadóban, a hátam mögött a graffitit szedték le a fogvatartottak, illetve hát meg folyamatban van, szedik majd le a fogvatartottak a falakról, illetve hát lenolajjal átkenik, ezzel kicsit szebbé téve az új nevelési tanácsadónak a külalakját. Mi is a jóvátétel, beszéljünk arról. A jóvátétel az egy jogszabályban engedélyezett restauratív munka, amiben a fogvatartott valamit visszaadhat a társadalomnak. Jelen esetünkben ezt a munkavégzést hajtják végre. Igazából a jóvátétel mindenkinek jó. Az intézetnek azért jó, mert kihozhatja a fogvatartottat, kicsit külvilágban van, nyugodtabb lesz, lazább lesz a fogvatartottabb, kicsit kilazul ebből az erősen hierarchizált környezetből. A intézménynek, úgymond a társadalomnak azért jó, mert kap valamit. Jelen esetben megkapja azt, hogy a kül alak az kicsit a graffitiktől mentesebb lesz, és hát a fogvatartottnak a felelősségérzete az erősebb lesz, illetve hát érezheti azt, hogy amit ő elkövetett úgymond a társadalom ellen, valamilyen szinten visszaadott. Azt mindenkinek tudnia kell, hogy a jóvátétel az önkéntes alapon működik. A fogvatartott ilyen esetben nem részesül díjazásban, nem is részesülhet. Erről ők önként lemondtak. Ezt ők nagyon jól tudják, és ezt önként vállalták. Ez a tevékenység egyébként az EFOP 1.3.3 keretein belül zajlik. Ez egy uniós támogatású projekt, amit úgymond az egész országot lefed. Minden büntetésvégrehajtási intézetben jelen vannak, így a Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben is, mind a 3 objektumunkban. 2 férfi objektumunk van, illetve egy női objektumunk.
mindegyik objektumban szakmai vezetők vezetik a tanácsadóknak a munkáját, és a fogvatartottak bevonását, illetve kompetenciafejlesztésének a végrehajtását ők koordinálják, segítik a tanácsadók munkáját ezzel kapcsolatban. Ez megint arra jó, hogy a fogvatartottnak a reintegrációját elősegítsük, ezzel kicsit nyitunk a társadalom felé, és ez a program azért is nagyon jó, mert a hozzátartozók bevonása is bekövetkezik. Ez már kicsit modernebb, kicsit fejlettebb program, projekt, amely során a fogvatartott hozzátartozója is részesül egy olyan úgymond segítségnyújtásban, amely neki segítség lesz az, hogy ő maga is a munkába álljon, illetve hát a majd haza szabaduló fogvatartottat segítse visszaintegrálni a társadalomba. 5 éven belül kell, hogy a szabadulási idő legyen, ez a fő alapvetés, és ezen belül vannak a fogvatartottak. Mi azért szerencsés helyzetben vagyunk, a mi intézetünkben nem olyan nagy ítélettel rendelkező fogvatartottak vannak, úgyhogy elég nagy részben be tudjuk vonni a fogvatartottakat ebbe a projektbe. Az eszközöket az intézmény biztosította, erre a jóvátételi programra külön eseti megállapodás lett megírva, amiben az intézmény, illetve hát a másik helyszínen is az intézmények vállalták azt, hogy az anyagot, illetve az eszközöket biztosítják. A Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat Dunaújvárosi tagintézménye nevelési tanácsadó a Lilla közi székhelyéről a Deák Ferenc utcába költözött. A szakemberek folyamatosan végzik az épület felújítását, így a fogvatartottak segítsége most kifejezetten jól jött. Hivatalosan vettük föl a kapcsolatot, de ebben vannak személyes szálak is. Az egyik kolléganőnk kapcsán kerültünk szorosabb ismerettségbe, és így értük el ezt a programot, hogy hogy is működik, és hogy lehet ezt igénybe venni, vagy kérni. Mikor fognak ide költözni? Elvileg már itt vagyunk. Júniusban már elfoglaltuk az épületet, július alatt is költöztünk. Gyakorlatilag azóta a felújítási munkákkal párhuzamosan próbáljuk belakni az épületet. Ja, most is szépül az épület. Miért jó az? Miért jó ez az EFOPOS program, hogy jöttek és segítenek? Ez a program jókor jött, és igazán nagy dolognak számít, hiszen ide kisgyerekek fognak érkezni szülőkkel, vizsgálatra, ellátásra, ami különösen megterhelő, úgyhogy próbálunk minél inkább barátságosabb külsőt fölvenni, és ez a mostani helyzet, hogy a bejáratunk ilyen csúnyán összefirkálták, ez azért nem ezt segíti elő, úgyhogy nekünk most nagyon jól jött, hogy szeptember 1-én ezt már teljes megszépülve tudjuk kinyitni ezt az intézményt a gyermekek és a szülők számára. A program különböző helyszíneken folytatódik. A tanácsadók arra törekednek, hogy minél több lehetőségük legyen a fogvatartottaknak a szocializálódásra, szabadulásuk után könnyebben visszailleszkedjenek a társadalmi életbe.